Állj már meg! Baszke, nem tudom megállítani a videót. Üdvözlök mindenkit, én Szovik, ezt mind láthatjátok egy újabb vlogos videó. Nos, a napokban lezajlott a State of Play című rendezvény a PlayStation által, és itt leleplezték a Horizon Zero Dawn-nak a folytatását, a Horizon Forbidden West című játékot, illetve mutattak belőle egy ilyen kis játékmenetet, amit én személy szerint ugye nem néztem meg, csak kicsit belenézegettem, úgyhogy úgy voltam vele, hogy mivel ez úgyis egy friss és ropogós kis videó, ezért hát csináljuk azt, mint annak idején a Mortal Kombatos kis videómnál, hogy szépen leülök ide a kamera elé, végignézem ezt a, ahogy néztem, 20 perces kis beharangozót, bemutatót, élményt, előzetest, és közben lereagálom a dolgokat, hogy mit látunk, hogyan látunk, mik az érzéseim vele kapcsolatban, és nagyjából így ennyi. Nos, ugyanúgy, mint a Mortal Kombatos videónál, nem tudom, hogy a YouTube majd hogyan fog esetlegesen sipákolni, csilingelni, üvöltözni, hogy ez nem a te tartalmad, és hogy ezt nem így kéne, nem úgy kéne. Tehát lehetséges, hogy a videó az nem lesz vágva, hanem lehet, hogy a teljes tartalmat föl tudom nektek tölteni, viszont hogyha lesznek vele problémák, akkor sajnos egy vágott verziót fogtok látni belőle, ugyanúgy, mint ugye az előző projektnél. Úgyhogy srácok, lányok, hölgyek, urak, szerintem ne is húzzuk tovább az időt, én elindítom a kis videót. Terveim szerint az lesz, hogy ebbe a sarokba, ami hát nekem a bal, nektek nem tudom, hogy most hirtelen melyik lesz, tehát abban a sarokba fogom kitenni a videót, lehet, hogy tükrözve, lehet, hogy furcsa hanggal, mindegy, majd meglátjuk, igen, hogy hogyan fog ez kikerülni, és hát megnézzük, igen, akkor együtt, hogy milyen az új Horizon játék, illetve hogy mire számíthatunk. Dobok rá egy kis hangot. Na. Igen, State of Play, PlayStation. Hi everyone, my name is Matthijs de Jonge, I'm the game director on Horizon Forbidden West. Last year we revealed our ambitious new project, and since then the team has continued to make great progress on the development of the game. We are very excited and honored to give you an update in this state of play. And in the countdown video leading up to this moment, you have already seen glimpses of the Forbidden West, but now we have something truly special for you. Almost 14 minutes of gameplay captured on PlayStation 5. And you don't have to wait any longer. Let's get right to it. Jó, hát azt mondja, hogy ugye, hogy PlayStation 5-ön lett ez rögzítve, ez a gameplay játékmenet, illetve hogy játéknak a motorjával. Easy, easy. It's okay. You're safe now. Wait, what happened? Where's Erend? Ambush. Ruins are crawling with raiders. They hit our camp hard. We ran and they chased us down. No, tehát van egy tábor, azon rajta ütöttek, igen, és... But he's still out there. Valakit elfogtak közülük. Raiders got machines on their side. Claws riders. You should go after Erend. If they find him before you do, who knows what they'll do to him. No, you're injured. I have to... Don't worry about me. I'll make my own way out. Get going. Okay. Jó, Aloy az még mindig jól néz ki. Nekem egy kicsit olyan fura a hangja. Lecserélték volna a szinkron színésznőt, vagy... Vagy nekem tűnik olyan furcsának, na mindegy. What are raiders doing in these ruins? I hope Erend is okay. Jó, azt mondom, hogy jól néz ki. Tehát eléggé jól néz ki, igen, nézem a növényzetet. Nézem Aloynak a haját is. Meg a mozgást, igen. Látom, hogy szép nagy terek vannak. Kérdés ugye az, hogy mennyire lehet ezeket bejárni, vagy mennyire statikusok ugye ezek a hátterek. Hey!
Jó, igen, a víz az fodrozódik, ahogy belelép. Jól néznek ki ezek a raptorok, a raptorgépek. Tűnik, hogy most már a gépeket meg lehet lovagolni. Vagy hát legalábbis... Ez így lesznek olyan ellenfelek is, akik nem csak, tehát nem csak ugye külön az emberek, meg ugye külön a gépek, hanem lesz akkor egyszerre géplovas ember ellenfél. Yep, another one. Ezeknél az ilyen harcos jeleneteknél mindig arra gondolok, hogy ez mennyire lesz scripted. Én szeretnék egyszerűen egy olyan gameplay videót látni hivatalosban, ahol a játékos irányítja a karaktert, az bénát. Hogy igen, hogy mellé ugrik, vagy megsérül, vagy valami, mert... Jól néz ki, nem azt mondom, igen, jól néz ki. These guys won't give up. The way out is down. Hát az ugye nem a játékot szidom ezzel, csak ugye így eszembe jut, hogy jó lenne néha napján olyan gameplayt is látni, ahol tényleg az emberen... Tehát, hogy igen, bénázik a játékosnak. Én hiszem, hogy az összes fejlesztő, aki ugye ezzel foglalatoskodik, az ilyen vérprofi ebből a szempontból. Jó, mondjuk hát biztosan játszottak a játékkal rengeteget, de igen, tehát... Gyönyörű szép a víz is, igen, a vízi világ, ez is nagyon szépen meg van rajzolva, ki van színezve. Oh, don't mind me. Valami jó nagy aligátor lehetett, vagy krokodil. Most ahogy így hirtelen így próbáltam kivenni, hogy mi ez. Igen, tök jól lehet látni az áramlatot is, nagyon szép. Nagyon gyönyörű munka. Jók a hangok is amúgy, nagyon-nagyon jók a hangok. Okay? And not just the ones you slaughtered. But when they come looking for me, there's gonna be trouble. Az szép nagy mamut, elefánt, akármicsoda. You guys wouldn't be laughing. I had my hammer. Enough! Get moving! Eddig amúgy nem sok arcot láthattunk, de hát ugye az a három eddig. Tehát a két férfi, meg ugye Aloynak az arca, az igen, az nagyon szépen ki van dolgozva. Akárhogy az összes többinek maszk van az arcán. Van azért a készítőknél is, tehát tök jó, hogy látni ott a háttérben azt a villamost.
ahogy így a rózsa megette, meg ugye a víz, meg a környezet, meg a minden. Said they were heading for the old bridge. Maybe I can cut them off. De nem tudom, olyan furcsa, de érzem Aloynak a hangját, tehát mint hogyha nem az eredeti szinkron színésztő lenne, vagy nem tudom, lehet, hogy annyi idő eltelt, hogy ennyit változott volna neki a hangja. Nem tudom, fura. Jó, van benne, igen, grappling hook, nagyon jó. There's the bridge. Jó, San Franciscóban vagyunk ennél a... Fuedengét, azt hiszem. Azt hiszem, az a neve. Ez is nagyon jól néz ki. Ez az ejtőernyős trükk. Gépeket lehet házasként használni. Helps on the way, Aaron. Felmerül bennem ugye a kérdés, hogy jó, most ugye látjuk itt ezt a raptort, hogy azt meglél, hogy de mennyi lehetőségünk lesz, az összeset meg lehet majd szelídíteni, vajon? Láthattunk egy miniatűr kis lovas harcot. Tehát, igen, hogy a hátasokra is lehet akkor majd harcolni, nagyon jó. Hogy tele leszünk fegyver a képességgel mindennel, ott a kördiagrammon, most nevezzük akkor így. Eléggé sok mindent lehetett látni, majd azért lehet érdemes lenne igen kiszünetelni a dolgot, igen, leállítani a videót is, és megnézni azokat a képeket.
arc, illetve jó volt hozzá a zene is szerintem. Tehát ritmusos volt. You bet. I owe you another one. Come on. So this time, I have a present for you. I found it anyway. Huh? What'd you send me for? Right before the Raiders got me. You did good. Now, let's see where this thing will take us. Tehát igen, több nagy helyszín lesz, igen, most oké, hogy San Francisco. You always said a storm was coming. Yeah, and it's almost here. Nagyon jó. No, hát srácok, lányok. Na, megpróbáltam ide visszaülni úgy középre, visszaigazítani magamat. Na, amit ez alatt a 10 perc, negyed óra alatt láttunk. Azt mondom, hogy jól néz ki a játék. Ha tételezzük föl, hogy ez tényleg a PlayStation 5-ről lett rögzítve, és tételezzük föl, hogy valóban erre képes a PlayStation 5, akkor több mint valószínű, hogy ez egy Next Gen nevezetű játék lesz, és akkor most már végre valamilyen szinten fogjuk látni, vagy legalábbis lehet érezni majd, hogy igen, hogy új generációba léptünk be. Természetesen kihangsúlyozom, hogy ha valóban erről van szó. De mint tudjuk, ugye ezek a játékmenet videók nem mindig 100%-ban úgy azt mutatják meg, ami valójában a játékban lesz, hanem csak úgy körülbelül. De hogyha ezt így benne hagyják, és hasonló dolgok lesznek így bent, illetve hasonlóan fog kinézni, akkor azt mondom, hogy igen, hogy akkor megérkeztünk az új generációba. Én várom ezt a játékot mindenképpen. Az első részhez még nem volt szerencsém, sajnos. Videókat néztem belőle annak idején, a feléig jutottam úgy el, aztán utána valamiért így félbeszakadt, és nem fejeztem be a sorozatoknak a nézését, tehát ugye a videóját, tehát a végjátszás sorozatot nem fejeztem be. De szerintem újra elő kell majd vennem, és akkor előről végig fogom majd nézni, vagy hogyha addig beszerzek PlayStation-t, vagy esetlegesen PC-n meg tudom szerezni az első részét, akkor ugye ott fogom végigjátszani, azt utána majd akkor valószínűleg lehet, hogy majd jön ez is, de lehet, hogy majd ez is megvan, amíg kijön számítógépekre, nem tudom. Na de így első nekifutásra, akkor én azt mondom, hogy ez eddig nagyon-nagyon jól néz ki, tehát hogyha így haladnak a munkálatok, akkor azt mondom, hogy oké, nem kaptunk dátumot jelen pillanatban, hogy mikor jön. Van egy olyan érzésem, hogy szerintem idén ez nem fog megjelenni, tehát 2021-ben szerintem ez nem fog kijönni. Van egy ilyen érzésem, nem vagyok benne, nem tudom megmagyarázni miért, de szerintem idén ez nem fog még kijönni. Vagy hogyha ki is jön, akkor nagyon későn, tehát ilyen november-december környékére tudnám tippelni. Aztán ki tudja? Lehet, hogy előbb is kijön. No de srácok, lányok, hölgyek, urak, én köszönöm szépen mindenkinek a figyelmet, én Szolyó voltam, legyetek jók, igyatok sok vizet, vigyázzatok magatokra és egymásra, remélem, hogy tetszett nektek ismételten ez a fajta formátum, bármi észrevételetek van, azt nyugodtan kommentbe írjátok le, és majd találkozunk egy másik videónak az alkalmával. Igyatok sok vizet, sziasztok!